Van még így a holdrepülőre? Sajnos már heteket elfogy minden jegy. Holdrepülőjegyet tessék, 40 ezer dollár. Nézzék meg, holdrepülő, dohányzó. Nézzék csak, 40 ezer dollár. Mit van? Holdrepülőjegy, 40 ezer. Van dohányzó, nem dohányzó, első osztály, ablaknál, átjárónál, középen? Örültem, haver. Holdrepülőjegy, holdrepülőjegy. Case for you, sir? No. Really, snake close, will you? Howdy, girl. Hello. All right, keep that thing moving. How's it going? Everything's fine, Sarge. Vajas kenyér legyek, ha ez nem Seth Stryker. Jack. Nagyon-nagyon rossz előérzetem van. What about this mission? Most nézzük a nehézségi erőt. Oké. Okay. Azt én megfelelő, uram. Nagyszerű. Most kikapcsolom a nehézségi erőt. Kikapcsoljuk a nehézségi erőt. Remélem, az időjárással nem lesz gondunk. És te, Dan, hány fokra lehet számítani? 36-9, uram. Ez normális. Irén, várj, hallgass meg! Ted, miért nem hagyja a saját életemet éljem? Itt többről van szó, mint a te életedről. Itt minden utas életéről van szó. Meghalkodályozunk a felszállást. Foglalják el helyüket. Ted, indulunk. Irén, miért nem bízol bennem? Mert más vagy, mint voltál. Nem lett volna szabad eljönnöd a kórházból. Foglalj el a helyét. Üljön már le az istenit! Remélem, kitisztul az idő. Átnéztem a legújabb műhold előrejelzést Detroit környékén, már tiszta lesz az idő. Mi újság Buffalo fölött? Tisztának látszik, de nézzük meg a New Jersey kerületet is. Oké. Okay. Népvár, vagy készüljünk fel a taxizásra a fellővési pozícióban. A taxizáshoz felkészültünk, vége. Még 20 másodperc az indulásig. Mark T minus 20 seconds. Gyújtás. 9 másodperc, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Minden rendben van? Kérek visszajelzést. Itt Mayflower 1-es. A felszállást végrehajtottuk. Nem sokára felszolgáljuk a reggelit. Mind a hárman kérnek? Igen, köszönjük. És Jimmy, ha mindet megeszel, elviszek a pilóta fülkébe, ha akarod. De Franco... Mindet, hogy fogja magát érezni, Scrap? Biztos vagyok benne, hogy tetszeni fog neki a hold. Szerinted más lesz, mint a Földön apa? Remek lesz. Az egy egészen új világ, új játszótársak. És nem lesznek már újságcikkek a nemi erőszak kísérletekről? Hány gyereknek adatítnak, hogy másik bolygón élhessen? Nem lesz több csúfoldás, nem fog egy többet emlegette pervez apát. Figyelj ide! Ez egy szörnyű félreértés volt. Mindenki mindent az én nyakamba akart varni. Apa sosem láncigált otthon. Apa sosem láncigált otthon. Biztos a kávé miatt ilyen. Nem. Otthon is szokott kávét inni egyszerűen. Csak egy seggfej. Tudod, drágám, ez a repülőt engem az első utazásunkra emlékeztet, amikor vonattal mentünk az anyádhoz. Emlékszel?
Hogy is felejthetném el? Annyira izgultál magam miatt, hogy egész úton az ülések közötti folyosó járkáltál fels, alá. És arra emlékszel, amikor elkötöttünk egy kocsit, és azzal mentünk Woodstockba? Azok voltak a szép idők. És ahogy bekapodott a sok kábítószer, két évig hatása alatt voltál, és mindenkinek azt mondtad, hogy te vagy Jézus. Aztán leugrottál a tetőről, mert azt hittél, hogy tudsz repülni. Micsoda idők voltak? A francokat. Vákumveszély.